Csicsenki, sziasztok! Üdvözlet mindenkinek, jó reggelt kívánok! Amúgy a fülhallgató azért van a fejemben, mert az előbb hallgattam a Yellow Wolf-nak a Ghetto Cowboy lemezét, vagyis hát a YouTube-on feltöltötte az összes dalt a lemezről, és egész jó dalokat készített el amúgy. És hát úgy döntöttem, hogy akkor egy kis videót még így röpke pillanatokban csinálunk. Közben itt öntöttem magamnak egy kis narancsüdítőt. Azt így gyorsan megittuk. Nyúk, nyúk, nyúk. Nyúk, nyúk, nyúk. Menjünk D2-re, az jó. Ja, közben játszom, úgyhogy így. Itt pedig egy minden nap. Közben játszom és közben vlogolok. Gyerekek, ez milyen jó, nem? Hogy közben játszasz, vlogolsz, üdítőzgetsz, itt narancsüdítőzgetünk, amint látjátok. Szóval is nyomom a világot, lássátok. Látjátok, vlog, narancsüdítők vannak itten. Nem is ez vlog ide bele nagyon. Kicsit eltoljuk onnan. És közben játszunk. Töltök magamnak egy kis narancsot, mert az kell. Apá, mert itt a fülhallgatóra nem annyira ne. Ne álvaskodj rá. Ez a rész lóg még mindig bele, csak nem tudom miért. Ja, be van dugva a hangszóró. Vagy a fülhallgató. Közben lövöldözésekben vagyunk. Na gyorsan ezt kibontom, ezt az üdítőt, és akkor közben mondom a mondókámat. Kicsit hangos a játék, nem? Túlzott a hangos. Kicsit visszább veszük itt is, mert itt is adtunk rá egy kis hangot. Ja, legyen a játéknak egy kis alaphangja. Annyira valamennyire kell az alaphang. Narancsüdítőkben vagyunk. Ja, benne vagyunk a narancsüdítőben, ez így szokott lenni. Közben megjátszunk. Na, nyomjuk egy restartot itt a játékban. Na, SV restart. Ha valaki akar egyvégyezni, az jöhet, és akkor nagyon szívesen egyvégyezek bárkivel, aki úgy gondolja, hogy profi játszik, vagy szeretne velem csak úgy játszani. Kíváncsian várom azokat, akik egvégyezni akarnak ebben a játékban, úgyhogy lehet majd küldeni ilyen IP címeket, szerver IP címeket, és akkor 1v1 Counter-Strike 1.6 vagy ilyenek, ha van egy játékod. Mondjuk egy kamionos játékot kéne játszani, csak az a fránya gép az nem akarja elfogadni, nem akarja lejátszani. Valók teliben lőlek, és nem tudom, hát ott teliben lőlek. Ja, hogy ezt kellett volna lelőnöm előttem, de látod milyen érdekes? Közben itt megy a játék, és közben vlogolgatok. Na, iszok egy kortyot. Tök jó, el vagyunk meg minden. Itt van egy füzetem. Ja, ezen van egy kód. Az megvan, hogy miért. Itt van egy házikó, amit még én rajzoltam. Ezt még én rajzoltam réges-régen. Hát ilyen zseniális rajzokat készítek, ugye ilyen zseniálisan tudok rajzolni. Azért ez milyen szép így ez a kép így egyben, nem? Figyelj, és ezt le is kell fotózni. Fantasztikus. Ez pont jó lesz ilyen Instagram fotónak, Facebook képnek, és akkor itt tök jó. Ja. Instagram is tudtok követni, amúgy a leírásban ott lesznek a Facebook oldalaim. A Facebook oldalaim, Instagram oldal, na, Facebook oldal. Facebook oldal nem lesz ott, mert az nincs. Instagram oldalam ott lesz, mind a kettő. És akkor könnyebb lesz a dolgotok, mert ott legalább be tudtok követni. Üzenetekre úgyse fogok válaszolni, de minden. Nem tudom lelőni, látod? Nem tudom lelőni, egyszerűen hihetetlen. Nem, van profi a csávó, érted? Van profi ez a gép. Gép ellen játszunk. Na, gondoljunk még egy restartot, és akkor közben így elmegyünk. Tegnap Zolival találkoztam. Tehát majdnem minden nap találkozunk. Amikor úgy ráér, ugye, mert ő gyakorlatra jár meg iskolába. Azt hiszem szakásnak tanul, úgy tudom. Ilyen konyhai dolgokat csinál. Aztán ő nagyon keveset videózik.
de majd tőle is érkeznek nagyon-nagyon érdekes dolgok is, lesznek meglepetések is Zolétól, úgyhogy Zolét csatornájára is iratkozzatok fel, szerintem fogjátok tudni, hogy hogy kell megkeresni. Beírjátok, hogy Zola oficiális, ki fogja adni. Ja, hát vannak ilyen érdekességek, így lövöldözgetsz, meg játszol. Az a baj, hogy annyira nem merem nagyon a szélére rakni ezt így, mert így is lehetne, de inkább így legyen, hogy legalább az is látsz, hogy én is itt vagyok, és közben megy a játék is. Csak azért fordítottam így ezt a képernyőt most erre felétek, hogy lássátok, hogy játszom. De lehet jobban jártam volna, ha a játékot veszem, és közben beszélek, de annak meg nincs értelme. Ugye? Na mi van, lelövik már egymást, vagy nem lövik le egymást? Azt hittem, hogy olyan hamar végzik, hogy hihetetlen. Na hát közben mennyi restartot kell nyomnom, mert ezzel a játékkal csak húzzuk az időt feleslegesen. Na, gyerünk! Közben. Közben itt nagyon koncentrálok a játékra, úgyhogy bocsánat, hogyha nem figyelnék, de... Nagyon koncentrálok rá, mondjuk szeretek néha-néha koncentrálni, de közben beszélni is meg kell tudni próbálni, csak játék közben elég nehéz, mert azért... Valljuk be őszintén, hogy olykor azért kicsit furcsák ezek a dolgok, de... Mindent meg lehet próbálni, és akarni is kell. Na mert hát azért akarásnak mindig mi a vége, mégis vannak ezek az érdekességek. Azt a mindig. Ha mondom, lelövöm, de nem lőttem le, ezért a társam segített, oké, nagyon király dolog. Hát, szinte osztogatom a fejeseket. Olyan, csak lövök, és már fejes, és már fejes, és már profi is vagyok. Úgy ennyi. Hát régebben sokat játszottam az. Ó, a gyerekeket volt, amikor minden nap bennültem, és csak játszottam. Most már annyira nem, hanem csak úgy el vagy, az kész, hogy foglalkozol vele. Most már csak ilyen imaloműzésnek használom a játékot, mert úgy vagyok vele, hogy annyira nem érdekel. Elszórakozom vele úgy, hogy amikor itt hol vagyok, és így nincs nagyon sok minden dolog, akkor általában akkor így bejövök ide, és akkor így játszom. De nem mindig készítek róla videót, hanem csak úgy általában. Csak úgy eljátszolgatom, úgyhogy nem készül videó róla. De amikor meg készül róla a videó, azt meg úgy is feltöltöm, úgyhogy az fent megtalálható lesz. A YouTube-on. Tehát a Rio Official csatornán is már. Ott is lesznek majd videók, nem tudom, hogy milyen videók, de tervezgetek dolgokat. Van egy-két ötletem, hogy majd. Majd ott is lesz valami. Idén nem tudom, hogy mennyi videót fogok még csinálni, de pár biztos. Ha sikerül, összehozom a dolgokat, és sikerül összehozni egy-két dolgot. Nagyon jó ez a kis ház, olyan szép, nem? Tehát olyan zseni vagyok, tényleg, tiszta zseni. Á, ilyen házat nem tudtok rajzolni. Egyszerűen ilyen E.ON. Ja, ez az E.ON, aha, jó. Ez mi? Ez mi akar lenni? Mi akar ez lenni? Ja, ezek ilyen dalcímek. Csillaghullás, ments meg, túl mindenen, valahol, fókusz, fekete leves, ilyen a nyár, veszélyes elemek, veled voltam egész. Jaj, aha, jó. Még szerencsé, hogy megnéztem itt ezt a lapot. Találtam egy érdekességet. Mármint, hogy oké, hogy dalszöveg, meg minden, de az is kell, hogy profik legyünk. Ja. Hát ilyen dalcímeket találtam. Régebben így írogattam mindig dalcímeket, és így gondolkodtam, hogy hogyan miképp legyenek a dolgok. És amikor így megtalálsz valami érdekességet, akkor az jó. Hát régebben voltak ilyen őrült dalcímek, fekete leves, meg felgyújtjuk a fenyőfát, tehát ilyen dalcímek is voltak. Itt most nem, de azt nézem, hogy megtaláltam valamit, amit akartam. És jó, hogy megtaláltam, mert lehetséges, hogy azon úgy tudom, hogy kell lenni
Egy... aha, valahogy úgy, ja. Na majd meglátjuk, hogy működik-e. Kicsit belemegyünk az éjszakába, veled vagyok, gyere velem most, bátya, mert mindenki úgy is látja, nem kell már csak én is te, végig mész az éjszakában, da-da-da-di-da-di-da. Na, lerakták a bombát, ide sok CD maradt. Ez nagyon komolyan úgy érdekes, hogy így furcsa ez a dolog, mert közben azért így ja, megy az élet. Milyen furcsa így vlogolva játszani, nem? Tehát közben veszem a játékot, meg közben izgulok, hogy figyelek, hogy hogyan, miképp, és akkor pont lelőnek. Mondjuk eddig mindig simán ment a dolog, nem tudom miért. Lehet, hogy azért, mert közben beszélek, és koncentrálok arra, amit kellene, vagyis hát arra koncentrálok, hogy inkább beszéljek, mint hogy videózzak. Videózzak, játszak, jó. Jó megzavarodott a beszélem, tudom én. Na, ígyunk még egy kortyot, mert lehet, hogy ki vagyok száradva. Ó, régen csak úgy literszámra, hát literszámra ittam a narancsüdítőt. Hát nagyon régen, úristen, mennyi már ilyen volt, volt a tea, most Zola iszta leginkább a teát, azt, amit régebben én ugye rengetegszer ittam, rengeteg videóban is benne van az a tea, aztán én azt abba is hagytam, mert úgy voltam vele, hogy már az nem kell. Azt hittem, hogy felrobbansz, az közben meg nem. Hát ez nem igaz, és látod, nem tudom lelőni, mert nem. Ja, aztán most az olajszal azt a teát, jó van. Jó, mennyit ittam azt a teát, te jó ég, atyavilág, folyton csak azt vettem. Most már csak kólát iszom, meg most narancsot, ugye itt van a narancs. A narancs nektek, ez parancs. Ilyen kóla is van itt. Ilyen kóla is van itt. Drinki. Van itt mindenféle kóla amúgy, nézd meg, van a néz. Ilyenek is vannak, üres üvegek is vannak amúgy már, mert kiürültek, van. Van narancsüdítős. Ugye, itt van narancsos. Meg kólás üveg is van, opa, egy zacskó is van itt tenni. Da, na mit keresd, egy zacskó? Zacskó! Jaj, ma részem a zacskódat. Zacskódot. Dózika csáje. Az igen, 16-3. Most nézem, hogy annyiszor meg, hú, de sokszor meghaltam a játékban, és izé 16-3-as átlagom van. Hát szinte jobb, mint az eddigi lévő összes többinek. Jó, hát persze botok ellen könnyű, de hogyha most valakivel így játszanom kéne, lehet, hogy nem lenni ilyen statom. Nem lennék ilyen profi. Amúgy mindig is profi voltam, és az is leszek, és bárkivel egyezek játékban. Hogyha valaki akar játszani, chase-ni, az jöjjön, és egyezünk, chase-ünk. Oda nézd, milyen gyorsan vásároltam, oda nézd, bevásároltam már. Egy VP-t kellett volna venni, hogy megmutassam, hogy tudok lőni. De mondjuk rengeteg gameplay videó van. Hát nem rengeteg, de van egy pár. Már régóta gameplay-ezgetett itt. Vagyis hát így, mennyi már innen? Hát nézd, oda beáll elém ez a szerencse csomag. Azt engem lő le ez a Nils. Hát megáll az útba, megáll az ajtóba, azt nem lehet bemenni itt, nézd meg. Ide beáll az útba, itt áll, és akkor nem tudok beljebb menni, hogy lelőttem volna, hogyha nem áll oda ez a szerencsecsomag. Oda áll, és akkor csak néz, hogy most olyan. Ezért kell expert ráállítani, nagyon erősen. Tehát akkor meg nem tudsz lőni, és még mindig él a csákesz. Na végre, akkor fogtassad le vele már, na. Érted? Tehát, hogy így szépen, na jó, nagyon erősre állítjuk. 21-et írunk be, mert 21 volt, igazából 32 félne rá, ugye? Lehet csinálni ilyen LAN szervereket, de ahhoz kell még egy gép. Az van, csak az nem működik meg. Hát nem romlott, nem lehet csinálni, csak azon nem olyan XP van, mint ezen. Tehát az sima XP, azon nem lehet semmit csinálni. De azt nem is használom, ami fent van a szekrényen, úgyhogy az megy a levesbe. Vagyis hát nem megy a levesbe, mert igazából nem akarom, hogy a levesbe menjen. Nem, hanem majd lesz az is használva. Majd amikor úgy alakul, akkor az is meg lesz csinálva, és akkor azt is fogom tudni használni. Az igen, mert hogyha valaki jön mondjuk hozzám, akkor tudunk egyvégezni egymással. Milyen érdekes, nem? Ja. El lehet így. Ja. Mondjuk két gép azért az már fura volna, érted? Itt izé, ott izé. Ja. Vagy ez a sok monitoros, amikor valakinek fönt is van, az is jó lenne, csak hát
Minek van egy izét akarok majd GoPro-t. Az van, mondjuk csak sistereg, az a baj a felvétel. Benne van az SD kártya, de az a baj vele, hogy kiírja, hogy megtelt. De közben nincs is rajta semmi az SD kártyán, hanem egyszerűen azt írja ki, hogy megtelt. Csak azt nem tudom, hogy miért. Hát ezt nem tudom. És amikor azelőtt használtam felvételkészítéshez, hát GoPro-nak nevezhetjük ilyen kis kamera. De azt már láttatok, hogy van róla videó. Mint ahogy Helgi szoktam mondani, van róla videó. Mindig mindenről van videó. Ja, hogy ezek most expert botok, azért csodálkoztam, hogy nem olyan expertnek tűnnek, mert elég gyengének érezhető volt a lövése. Bár van, amikor így hívt egy kiúrk, az bum. Az a baj, hogy nem tudom, miért írja ki ezt a dolgot. Tehát ott van, amíg a szekrényben az a kis kamera. Mindjárt idehozom nektek, jó? Egy pillanat. Nem, na, hogy megtalálom. Aha, így van. Hát ez nem is GoPro, inkább izé. Hát ez ilyen Sencor. Ez egy Sencor. Ez egy Sencor kis kamera, itt van. Na mit? Itt a kis kamera. Várjátok, nyomok egy lámpát, mert így furcsálni fogja. Hát így meg még rosszabb, mert így meg most befénylik itt a dolog. Most így pont a játékot veszi, de amúgy itt a kis kamera. Most nem fogjátok látni szerintem. De itt ez a picike kis fekete kamera. Az a baj nem... Így. Mondjátok, ilyen picike ez a kamera. Hát ez az, csak az a baj vele. Bekapcsolom, tudom. De állandóan piros. Tehát fel van töltve és mégis. Most bekapcsol. Aha, most bekapcsol. Hát odat vagyok. De nem vesz. Tehát, hogy így. Az SD kártya megtelt, azt írja. Csak nem értem, hogy miért írja ki azt, hogy SD kártya megtelt, amikor... Megtelt az SD kártya, holott nincs rajta semmi. Tehát, hogy üres. Ezt sem értem, hogy miért. Na mindegy, ki is kapcsoljuk fel, feleslegesen az egész. Kapcsolják ki? Szép van. Most nem kell ezt. Az a baj, hogy tudnám ezt használni, de mondjuk a kártyát bele kéne tennem a telefonomba. Csak most nem akarom szétszedni a telefon. Vagyis hát nem szétszedni, hanem oldalra leszedni róla a dolgokat. De jobb volna, mert akkor legalább az SD kártya benne lesz. Kíváncsi vagyok, hogy akkor a telefonon is azt mutatja, hogy megtelt. De megnéztem, rádugtam a gépre, megnéztem, hogy megtelt, és nincs olyan semmi. Miért írja ki? Nem értem. Sőt, ha lenne is rajta valami, akkor jelezni, mert azt ki lehetne akkor törölni. De lehet, hogy le kéne formázni az SD kártyát, nem? Ezen is le lehet formázni, egyszerűen le lehet formázni, és mégsem csinál semmi. Majd mindjárt meglátjuk, most visszakapcsolom. Vajon bekapcsolom? Ha be kéne kapcsolni. De mindig piros. Most meg be se kapcsol, jó? Tehát nem is érted ezt a dolgot, hogy most mi van, mert azt írja, aki nem láttátok sajnos, mert nagyon ilyen fénylik ez az egész. A fény miatt is. Na, pont be oda mentem a izéhoz. Hát de be van kapcsolva, de nem kapcsol be. Hát nyomom a gombot, figyeld már, nyomom a gombot. Ne. Csak pirosan világít. De miért? Nem értem. Le van merülve, mikor fel van töltve? Nem is értem. Nincs is használatban. Kapcsolj már be. Látod, ez a baj vele, hogy ne, most meg be se kapcsol. Hogy be van kapcsolva, látod, ott világít pirosan. De miért? Mi van? Gagyesz! Hol van a hátulja? Itt van. De hogy szedem ki? Érted? Ezt is nem lehet. Benne van az aksi. De nem tudom kiszedni. Érdekes. Amúgy ez egy jó kis kamera, mert eleinte működött normálisan, mert nem sisterjed, csak aztán elkezdett sisteregni. Ezzel nagyon jó kamera felvételeket lehetne csinálni, meg volt már felvétel vele, csak valamiért most így nem tudom, piros, nem tudom, mert nyomom a gombot. Én nyomom a gombot és mégsem, tehát egy sorry blámon. Sorry, I am sorry blámon. Hát, bocs, nem tudok mit csinálni. Na, csak ellövöm már azt az egyet, nem? Tehát nehogy már velem szórakozni merjen bárki. Van ugyan, ezek a cétek elég kemények. Na,
Nem tudom, most meg nem kapcsol be, az előbb pedig bekapcsolt. Hihetetlen. Nem is értem, hogy miért csinálja ezt. Szórakozik velem ezek a kis kamera. Amúgy ez direkt így fejre lehetne rakni, csak nincs hozzá olyan kötőizény. Tehát amire rárakom. Majd lehet, hogy veszek egy normális kis kamerát. Szerintem ebben a hónapban veszek majd egy ilyen kis kamerát, és akkor lesznek olyan felvételek, ahol mondjuk ilyen sétálós. Csak az a baj, hogy ez ugye ilyen aprócska, részleteket vesz fel. Ez a baj vele. De nem baj, tehát az a jó, hogyha ilyen aprócska dolgokat is fel lehet venni vele, mert akkor csak összevágod a videót, az kész. Tehát de jó, hogy előle. Az igen, jó van, ezek most így lelőtték, ledurrantották a dolgot. Na, 20 perce megy a videó, az komoly. De érdekes, hogy nyomkodom a gombját is, most meg nem kapcsol be? Nem az a baj, hogy nem kapcsol be, hanem nem reagál semmire. Hát de az baj, mondjuk tényleg baj, hogy nem kapcsol be. Nem tudom, valaki használ egy hasonló kamerát, ilyen picikét, az mondja már nekem, hogy mi is legyen, mert nem tudom. Az abban, hogy szerelőz elviszed mondjuk valahol, nem biztos, hogy csinálnak vele valamit. Ó, micsoda fegyverzet. Most én nem látjátok. Ha várjatok, mert ez... Nem tudom, most meg nem reagál semmire, egyszerűen csak pirosan világít. De hogy miért nem kapcsol most be, az előbb bekapcsolt, most nem kapcsol be. Nem is értem, nem mindegy. Tehát ez borzalmas, hogy próbálkozok kis kamerát beállítani, és nem tudom, mert... Az most velünk van, vagy ellenünk? Nem, az velünk van. Na, közben visszahívjuk az emberkéket, gyertek már vissza, te! Hát így egyszerűen hihetetlen. Na, menj már innen előlem, te gyufafejű! Most nézzek, beáll elém, ez az futkozz előttem, az, kösz, nagyon rendes. Amúgy lövök össze-vissza minden. Az. Nem baj, az robbanj! Magamat is felrobbantom. Az igen, azt hittem, hogy én a gránát miatt robbantam fel, de nem, hanem a... Bomba. Elrobbant a bomba, bomba, bomba. Itt vagyok veled a szatyorban. Most miért nem kapcsol be? Hát bocsánat, de most ezt nem értem. Pedig működik. Pedig működik, tehát nem értem most mi van. Egyszerűen szerintem megadta magát, vagy lefagyott. Az is lehetséges, vagy lemerült. De hát mitől nincs is használva, akkor miért merül le? Nincs is bekapcsolva. Pedig fel van töltve, mert elég sokáig fel. Opa, na hát ez ennyi igazából. Na mindegy, tehát ezzel a kis kamerával nem tudok mit kezdeni, most nem kapcsol be. Próbálom össze-vissza nyomni, az OK gombot is nyomom. Itt van rajta a gomb. Ez a bekapcsoló gomb, folyamatosan nyomom. És nem reagál semmire. Egyszerűen csak világít. Én nyomom a gombot, tehát... Nézd meg, nyomom. Itt a gomb. Semmire nem reagál, itt van. Nyomod, 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 és semmi. Ennyire egyszerű ez a dolog. Tehát, és az meg a másik, hogy nem tudom leszedni most a izéját. Innen ezt a izét kiszedni. Na mondjuk itt van a kulcs. Nem akarom eltörni, mert itt a bicikli kulcs például. A zár. Ezt meg nem akarom elbaszni, mert véletlenül elbaszódik az. De jó, ezzel akarom kiszedni azt. Vastag kulcs. Az a baj, tűvel még nincs értelme, mert eltörik a tűt. Vagy beleszúrom véletlenül kezembe a tűt. Hülye buta. Hülye buta gépezet. Amúgy van rajta egy ilyen fólia, de ez maradjon is rajta. Mert van hozzá borítás, meg minden, csak az meg szar, mert nem lehet összecsukni, nem tudod összecsukni a izéját, és akkor belerakni. Mert ugye ez ilyen vízbe is lehet használni a személy. Vízi kamera, vagy hogy nevezik. Valahogy úgy, nem? Na jó van, szerintem én lépek. Azt tudom, mennyi az idő. Mennyi az idő? Na mindegy. Mennyi az idő? Aha, 9 óra 39? Jó van. Na, majd jelentkezem még szerintem valamikor. Ha te menj innen, ó, nézz oda, láttam, most majdnem lelőtt, szerencsé, hogy a társam gyorsabb volt. Nem tudtam volna lelőni. Na most mi van, miért vakultam be? Jó, mert belenéztem a flashbe. Az a legegyszerűbb dolog, hogy ennyi volt a videó. Na, köszönöm szépen, azt a figyelj, már kistött a nap. Aha, tök jó idő van. Na jó, szerintem megyek, mert van dolgom. Úgyhogy... Isten áldja Magyarországot,
Azt szokták erre az istányom inkább, de amúgy nem. Azért az istányom a Nyilvosszágon. Az igen, Isten, Dénéske, mi akarsz lenni? Mentőautó. Csonti, hátul csonti kinyitnak, bedobnak egy manust, és úgy megyünk végig a városon, hogy ugye ezt átköltöttük Zoléval. Teljesen máshogy. Vagyis hát ja, van is olyan felvétel. Ha-ha-ha. Azt lövöm, az meg ott lelőtt. Jó van, na, szevasztok.